A Magyar Ló TV lehet W-vel? Indítom! Na? Érkezünk is a választási és tiltási fázisba mai második mérkőzésünkön, ahol a Magyar Ló TV kék színekben míg Pingi Fanboys Z betűvel a piros oldalon fognak játszani. Az első tiltás nem más, mint egy LeBlanc tiltás. Középső ösvénytől vesznek el egy iszonyat erős orvgyilkos karaktert. Erre reagálhat majd a piros csapat is, akik nem tiltanak. Ők azt mondják, hogy izé... Hát ők úgy tűnik. Mert közben érkezik még egy tiltás, egy Hecarim. Lehet, hogy Robi AFK volt? Mert nem írtam úgy, hogy az volna. Írta a csapat nevet. Igen, ő írta, azért mondom. Robi, tiltsák karaktert! Hát vagy... Írj, tökéletes. Sokat gondolkozott rajta, de abszolút. Egy abszolút legitim tiltás a felső ösvényre, hiszen Irelia a mostanság egy elég erős választás, amióta, nem tudom, talán egy hónappal ezelőtt megérkezett a háromság hatalmának az átalakítása, azon felül pedig láttuk is az előző mérkőzés, hogy 5-5-ből pillanatok alatt csinálhatsz 12-13-5-öt is. Az utolsó tiltásra készülik egyelőre a piros csapat, akinek valószínűleg ez meg fog érkezni majd szépen lassan, addig is viszont Pierce az, aki Alice-t vonja meg. Uh-huh. A Pingi Fanboys csapatától. Alice, illetve Hecarim kettő darab dzsungeles tiltás érkezik a Magyar LOL TV részéről. Innentől kezdve látjuk, hogy nagyon erősen például a dzsungelre összpontosított a Magyar LOL TV csapatára, még Pingi Fanboysék kledet veszik ki a játékból, így meg is van az 6 helyett 5 tiltásunk. Komolyan behagyták Lee Sin-t? Hát... Tökörögöm magam, hogy ellenem kitiltják a Rengárt, neki meg ott van a Lee Sin-je. Ez mi? Ez bunda, ez titő bunda. De majd elcseréli, vágod. Elcseréli Pierce-t. Mint ahogy te elcserélted a thresh-edet. Egyébként ezt nem is kellett volna elcserélni, nem is értem. Hát ez így volt a legjobb. Ez így volt kitalálva. Akkor elcsöveztem a teamfight végére, hogy el se hiszem. Na, mindig közben Alain gondolkodik Jussi, valószínűleg nem magának fogja majd elhozni, hiszen gyorsítással még ezt a hőst viszonylag kevésszer láttuk. De az is lehet, hogy inkább Lissandrára várt gyorsan. Uh-huh. Akár egy Lissandra is, akár Darius is érkezhet, viszont Shen talán magabiztosabb lehet egy abszolút jó kezdeményezésű hős, illetve tankos is bőven tud lenni. Főleg, hogyha azt nézzük, hogy végső képességével azért nagyon jól fog tudni érkezni majd egyes embereket megvédeni. Rögtön át is váltott Robi teleportra, tehát mindenképpen egy teleport, illetve a végső képességével Jussi maradhat akár egy égetésnél is. Szerintem az képességekről ne beszéljünk. Tényleg, mert itt ül mellettünk Pierce, vagy befogom a már fülét. Már most csak, el se kezdődött a meccs, de már most hallgatózik. Abszolút, én meg akkor beteszem megint a szemellemzőmet. Viszont én ettől a Parang Jace-től egy kicsikét tartok, illetve Rokoka, most látom az idézői nevét megváltoztatta. Őneki van egy ilyen stílusa. Jóról tudjuk, hogy felső ösvényesként játszhatja ezt a hőst. Persze az még korán sem biztos, hogy ezen a mérkőzésen is oda fog érkezni, viszont az igen, hogy egy játék középső szakaszára kinövő bajnokról beszélünk, akinek a sebzése az irtozatos tud lenni, a piszkálódásban is ki tudja venni a részét. Az ösvényen szintén nem szabad elfeledni neki a teljes kitjét, amit hogyha ráürít még akár egy senre is, nem biztos, hogy ő túl fogja ezt élni, hiszen megosztott sebzése van, ugye mind fizikai sebzéssel rendelkezik, mind pedig iszonyatos varázssebzéssel, ami százalékos életerő alapján is képes lecsökkenteni a ninjáknak az életét. Gyors válaszok, Ben ugyanis elhozta Gragaszt, Last Dunnery pedig az alsó ösvényre, majd Miss Fortune-nál fog érkezni. Nos, a Miss Fortune lövész fog szembenézni Lőv Jinnyével, aki szintén azért a távolságnak egy nagy-nagy mestere, tehát megvannak azok a fajta hősök, akik a szurkálódásban mindenképpen ki tudnak érkezni, és Timo jöhet majd utolsó emberként Pingi Fanboys csapatához, még egyébként Graceful Beast az, aki Morganával fog, ha minden igaz, támogatni. Így igazán nagy tankos vagy tanki karaktere a Magyar LOL TV-nek nincsen. Nem hinném, hogy Pierce olyan iszonyat tankli szint építene. Ő egyébként azt szokta? Azt szokta. Az a jellemző rá, bár volt egy időszaka, amikor már a harcos kiegészítőt helyezte előtérbe. Szerintem ez a dárdás féle, az csak azért, mert azt látta, hogy a szerintem meg ő rásban nyomja.
Tehát érted, azért Pierce látta, hogy Rush mekkorát kerizett a full tank listinnel, és ő mostanában inkább azt szokta játszatni. A mostanában pedig azt jelenti, hogy amióta ismerem, végig azt játszotta. De emiatt nem szabad egyértelműen leírni Pierce-nek a listinjét. Ha esetleg fullban nyomja a tankot, akkor is, mivel hogy listinnel játszik, lehet benne sebzés, majd meglátjuk a mérkőzésen. Árgyus szemekkel fogjuk figyelni. Letelt közben az az idő, amíg lehetett változtatni az idézői képességeken, most pedig már beszélhetünk is róluk. Van egy-egy teleport, illetve ugye Shen végső képessége, míg Teemo támogató lesz ez a konkrétan. Ezt meg kimondani is, Teemo támogató, Teemo, a dupla T. Dupla T-vel érkezik, méghozzá kifárasztos Teemo támogató jön. Erről most egy vissza egy, igen, egy kameraképet. Azért Pierce már most beleéli magát a mérkőzésbe. Lehet, hogy egy kicsit elmosódik a feje, vagy nem tudom mi az ott, de az a sítyek az ott van. Abszolút. És végig így fog játszani. Úgyhogy a respekta az megvan Teemo felé. Az. A tisztelet az mindenképpen kell, mert hogyha nem tisztelet Teemót, akkor egy sötét, borongós éjszakán eljön érted bele nevet az arcodba, miközben aludnál, és a rémálmok jöhetnek majd. Rossz emlékek, buci? Abszolút, én is úgy gondolom. Megbeszéltük Pierce, valamilyen nem tudtunk aludni tegnap éjszaka. Lehetem, hogy Teemo járkált a környéken. A dzsungellel leszek nagyon kíváncsi, hogy Pierce, illetve Ben mit fog tudni majd egymással, vagy egymás ellen kezdeni, hogyha lesznek olyan counter jungle-ezések, amit én mondjuk azért Pierce-től esetleg. Ez amúgy az X-század összecsapása. Igen. Nem véletlen, Benji játszik Pierce ellen, tehát az LCSU legjobbja, a My Revenge csapatának a legjobbjával szemben. Ez azért tényleg megérdemli a figyelmet. Nem vagyok elfogó, de Benji egyébként jól játszik. Én is így láttam. De hogy attól függetlenül, hogy ne hallja mellettünk ülő játékostársunk ilyen fajta kijelentéseinket, mindenképpen fair play-t, illetve egy olyan meccset várunk, ahol mindkét csapat tudja tartani magát. Ezért az előző mérkőzésen is a Bunda csapat elég sokáig még partiban volt. Szerintem elindultak a kis toronydöntések, abszolút a map kontrollt át tudta venni a te csapatod, Darcig, az LCSU, és onnantól kezdve megindult egyfajta görgeteként a meredek sziklafalon, és letarolta utána már a bundásokat. Azt mondták, hát bundás kellek, kenyér lett szegénykékből a végére. Igen. Mit vársz egy ilyen támogató Teemótól? TT. Hát, hogy totálisan fogja majd az ősvényt terrorizálni, a támogató Teemo terrorban tartja. Hát mondanám, hogy a toppod, mert akkor ez még egy télet volna, de most már valószínűleg csak az alsó ősvényre tud érkezni. Miss Fortune, Teemo, wow, nagyon érdekes lesz majd, illetve ha jó ütemben tudnak egy-egy jó sötét csapdát, illetve pajzsot Graceful Beast Morganája elhelyezni, akkor azért még én gondolom, hogy biztonságban érezheti magát lövésze, az a Chin. Illetve az a távolság valamilyen szinten neki dolgozik. Mindenképpen rethető fontos lesz, hogy Morganának az őrül sorozat az jó időben olyan szituációban jöjjön ki, ahol több ember tud elkapni, mert ugye ő nem nagyon tudja ezt az őrül sorozatot befolyásolni, változtatni, bármennyire is egyszer úgy nézett ki még LCS során, hogy így megfordult egy kicsit a lő irány. Nagyon úgy nézett ki. Nagyon úgy nézett ki, ezt elvileg nem tudja, tehát mindenképpen kell majd olyan CC, vagy olyasfajta lehetőség, esetlegesen egy jó Lissandra jéggyűrű, vagy egy jó felbőszítés, ami majd Miss Fortune kapitánynak, ugyanis ezzel a hős kinézettel fog érkezni, majd Last Denery jó legyen a végső képességének kihasználásához, most pedig Darcig látsz valami kifejezetten érdekes kulcsmesterséget, amit nem vártál volna. Hát én csak akciókommentátor vagyok, én nem értek az ilyesmikhez. Ja, persze. Az viszont biztos, hogy az égetés Viktor azt szerintem egy kicsi furcsa lehet egy Lissandrával szemben. Ugye itt azért megszoktuk a megtisztelést, az előző mérkőzésen is láthattuk, de az lehet, hogy az agresszivitását vetik el Kurezénak. Amire én kíváncsi is leszek, hogy a játék korai szakaszában mennyire tudja ezt a mesterséget kihasználni. Mesterséget? Ezt az idézői képességet kihasználni. Mesterségből egyébként nem láttam túlságosan sok különlegességet. Te esetleg felfedeztél valamit?
kifejezetten én sem mondanám azt, hogy nagyon meglepőket választottak volna a játékosok. Figyelni kell mindenképpen majd a villámokra, amik csapkodni fognak mind az alsó ösvényen, mind azért a középső ösvényen is, illetve Pierce is ezzel a mesterséggel, kulcsmesterséggel érkezett. Lazdaneri az, aki egy rögtön aratással kezdi majd meg pályafutását az alsó ösvényen, míg a többiek megszokható választásokat hoznak, mindenki megmutatja a másiknak, hogy bizony nekem is van ilyen szép emblémám, mindenki mutatja, ja, persze. Tehát azért nem is nagyon akarnak egyébként közelebb vonulni, nem úgy, mint az előző mérkőzésen, ahol a hármas nádasba parkoltatok le Naviskorral, illetve Dimunival. De legalább hosszú óval írta, hogy voltam. Tehát... Doran, pengés, kezdés, felső ösvény, Jace. Abszolút. Szerinted mostanában megvásárlásra kerül attól függetlenül az Istennő könycseppje, hogy azért ettől meglehetősen lassan növi ki magát ez a hős, vagy ezt teljes mértékben ki lehet hagyni a tárgyválasztásból? Ez nagyon-nagyon érdekes kérdés. Én múltkor, amikor Jace-eztem, nem vettem Istennő könycsepjét, és a végére bőven megjött a sebzése attól függetlenül a karakternek. Tényemi tény, okosabban kell akkor a mana beosztását orvosolnia majd a rokkokának. Hát ugye a Norbi testvére. De csak itt csendben mondom, hogy nincsen bunda. Kacsint, kacsint. Kacsint, kacsint. Viszont ő azért eléggé félelmetes Jace játékos hírében áll. Tehát én úgy gondolom, hogy Robinak lesz inkább nehezebb helyzete a felső ösvényen. Bármennyire is tankos, az a Shen lebukik. A terror. Lebukik? Andris ott láthatatlan mondjuk bokorban. Ott igen. És a bokorban rohadt is láthatatlanul. Azért durva képességkihasználásokról beszélhetünk itt már most szerintem. Az őrszem pedig éppenséggel mozog, de ez sem elég ahhoz, hogy Teemo-t felderítse. Gyönyörű szép a csere Prozétól a középső esményen. Így talán még azért érthető lehet az az éget, és ha 6-os szint előtt képes valahogy befejezni Yussit, akkor már kihasználta ezt a képességét. Azt se felejtsük el, hogy Robinnek időben kell majd alkalmaznia az ő pajzsát ahhoz, hogyha esetlegesen beugrana Jace és kalapácsra váltana, akkor könnyedén tudja majd az alaptámadásokat levédeni. De erre nagyon nagy reakcióidőre kell, hogy megmutatkozzon Shennél, illetve ami még talán az alsó ösvényen fontos, Miss Fortune hogy tudja kihasználni majd a pattogó lövedékeit. Ha nem találná el esetleg az ellenfél játékosát, akkor farmolása tökéletes ugyan, de azért a plusz sebzés az mindenképpen jól jöhet a kapitány asszonynál. És közben teljesen sunyul ott a bokorban, ezt meg is teheti. Ő még nem mutatkozott a játékban, gondolhatják azt, hogy na végre Teemo AFK. Az a legszebb az egészben, hogy akkor viszont már jóval előrébb járna Daneri színben, illetve tapasztalatok onnan minimum. Közben a felbeszítés jó, és a mininek sem sebzik túlságosan sokáig Robit, viszont most arra már megérkezett a sebzésük, lejárt az alaptámadások kivédésére szolgáló pajzs rokokának menekülnek el, de sikerül lesz számára. Nem egyedül volt, valljuk meg őszintén ezen az esményen, és lebukott közben Andris is. Neki egy kicsit odaébb kell lépnie, aztán mehet vissza kommandózni. Kimi-kimi kommandó, amit már ez a kis Teemo miután elhelyez egy örszemet, megmutat nekünk az alsó ösvényen. Nagyon szép megint csak Viktortól a csere, abszolút eddig úgy azt kell, hogy mondjam, hogy legalábbis a sebzés cserékben, olyaj, Pierce the Heaven, talál el a Lee Sin Koo, mert hogyha igen, akkor be kell menni, de nem elérhető ez a képesség, úgyhogy maradjunk is annyiban, hogy nem volt elegendő. Igaz, ez még a csak... Még megvan a villanása is bennek, csak ezért Pingedlinek, ő elméletileg most Pingedli, be is jelentett a mérkőzés elején, hogy őt bizony Pingedlinek kell hívni, úgyhogy ezentúl majd így tesszük. Szóval Pingedlinek egyébként kicsit úgy nézett ki, igaz, Pierce 3-as, de olyan volt a kicsi a rakása, mint hogyha Pierce így fenéken billentette volna a Gragaszt, és úgy ment volna vissza a saját. Okay, szép közben a lefogás, aztán ez egyből követi fővés, és a sebzés nem rossz Andrisnak. Csúnyán megfogyatkozott az életereje, Pierce pedig nagyon szeretné ezt a felső ösvényt rajtaütni, odaütni, visszarúgni és minden egyéb finomságokat csinálni vele, de nem tűnik úgy, hogy ez sikerülni fog számára. Yussi pedig folyamatosan villámcsapva van, ez nem ízlik neki túlságosan. Illetve a halásugurak is nagyon jól találnak, amiknek már
most minden, a játék korai részében kifejezetten fájdalmasak tudnak lenni. Jó a felbőszítés, viszont nincs túl sok élete közben Robinak a felső ösvényen, sőt már ugye életerő itala sincsen egyik játékosnak sem. Tehát a farmolási a főszerep, majd utána szépen hazatérve jöhetnek ki akár teleporttal is az ösvényükre. Ugyanez a farmolási lesz a főszerep majd Laz Dunnerinek, ugyanis, ugye mint említettük, van neki egy jó kis aratása, szeretné minél hamarabb majd robbantani a boltot, és erről beszéltem, hogyha azért azok a pattogó lövelékek ember találnak el, kellően fájnak, de süti az még elérhető Graceful Beastnél, így szépen tudja majd töltögetni saját életét, illetve manáját is. Mit szólsz egyébként a bűbágy tolvajhoz egyébként Andrisnál? Ajjaj, közben a végső képesség Jussinak már ki is ment, ott van rajta az égetés, de ez még egyelőre kevés lehet, nem? Akkor az én is pöttyök, ugyanez a képesség, ő is meghal. Félig köszönhetően ennek, félig pedig az idézői képesség mellett, még természetesen a minion sebzésnek is egy-egy volt a csere így, de mind a ketten kinyomtak mindent, és ez is csak egy gyilkosság cserére volt egyenlő. Szép volt viszont a kezdeményezés azért Kurazitól. Abszolút. Kurazi az jó? Így mondjuk? Kurazi. Kurazi. Victoria megmutatta, hogy az égetés bizonyra kellően fáj még annak a Lisandrának is, aki a végső képességét saját magára használja, viszont akkor már pörgött a káoszvihar is. Andriskám, neked meg ki kell rohanni bizony, nagyon szép. Egyébként az a wombó kombó, amit Graceful Beast, illetve... nem látsz most itt semmit. Vakuljál meg, és szép a sebzés is. Vakulás! Ez az izében volt benne még régen, a narancstetves és dugóba volt. Vakulás! Azt hiszem. De ha nem, akkor majd kijavít a chat. De közben ugye az őrszem párbaj zajlott. Alsó ösvény találkozó Pierce és pingedlés érkezik már. Egy kis golyó eső Pierce-nek, aki így lassulva azt is mondja, hogy jó, akkor nem érdekel, megyek vissza a dzsungelembe. Mind a ketten amúgy hagyják is ezt az ösvényt. Gondosan, alapvetően idéző képesség hiány csak a középső ösvényen fellelhető, így bárki érkezik majd rajta jutni, mind a felső, mind pedig az alsó ösvényre, jobb lehet agresszívan. Felbőszítésem rossz, de villam már egyből rokok, akinek túl sok manája nincs, Robinak viszont van még életere, és neki megmaradt a villanása. Szép volt az etetés, a csalizás. Pierce pedig megint itt van az alsó ösvényen. Talál közben! És a rugás tökéletes. Andrisnak itt meg kell halni, a Pierce elhozza a gyilkosságot is. De amúgy Lee Sinen ez sem túlságosan rossz. A hosszú kardból ítélve nála most, ezen a mérkőzésen a harcos kiegészítés fog elkészülni, tehát tulajdonképpen jól fognak neki jönni azok a gyilkosságok. Főleg, hogyha ilyen jól indul be, egy gyilkosság plusz a farm előnyt is tudja tartani Pingedlivel szemben. Alapvetően 10 szörnyel képes vezetni, és már egy mozgékonyság csukát is bevásárolt. Így megvan már a Ninek a második fele is, rohanhat majd a két ösvény között, vagy legalábbis a három ösvény között is akár. És természetesen Lee Sin kell neki mindenképpen a rálátás, illetve az őrszem, így az őrszem sújtást vásárolta meg magának. Ennek köszönhető egyébként, hogy be tudott ugrani, ugye először egy minionra, tudott ugrani, majd utána az őrszemnek köszönhetően tovább erre jött a végső képessége, és így lehetett végezni Andris Timójával. Nem csoda egyébként, hogy ez a karakter találta meg az első halál. Az istennő könycsepét pedig, amit ugye kérdeztünk, megvásárolja a felső ösvényen Rokoka. Elhozza közben az első sárkányt. Betalálta a Q, Pierce, betalálta a Q, jó, tudja jó, hogy mit kell csinálni, ez viszont etetés volt, és a jégösvénnyel utána még a gyilkosság ugye nincsen meg, de Jussi egy szép sallert, szép szallert ad Pierce-nek, akire amúgy még a végső képesség is érkezhetett volna, az elérhető volt Jussinál, de neki sem volt elegendő a rálátása, 2-1 marad a gyilkosságok állása, 2000 arany a különbség, ez viszont Pierce-ék javára. Abszolút. Majdnem minden ösvényen képesek tartani egy meglehetősen magabiztos farm előnyt. Egyedül Jussi az, aki tudja tartani a lépést Viktorral, Kurazi Viktoriával. Jó a felbőszítés, Robi szeretne bemenni és cserélgetni, nem is rossz a sebzése. És azt akartam már mondani 2 perccel ezelőtt is, hogy neki kezd egyre kevésbé fogyni az életereje.
az ilyen cserék alkalmával. Persze ez részben annak is köszönhető, hogy Rokoka még nem vásárolt semmit a könycseppen kívül, van még egy kis töltésidő csökkentése, azzal aztán sokat sebezni nem fog, maximum gyakrabban ugyanannyit. Viszont így, amikor sem rávadul Jace agyára, akkor szerintem most már lassan ő fog pozitívabban kijönni az egészből, pláne ha majd elkészül rajta a naptűzköpeny. És azért a bajmi parazsa már kellően égeti őket is, közben Graceful Beast egyébként vásárolt lencsére váltott, így azért ezeket a gombákat, amivel Beast most pedig érkezik, egy lekötést talál, a második is bemegy, az a kérdés, ott a kivirágzás, nem, egyből halál négy felvonása, egy, kettő, három, látjuk is, hogy itt nem lesz sok párom. Azért szép sebzés volt ez arra a Timura, akinek villannia kellett, mert megint csak jó ütemben érkezett Pierce-nek a Lee Sin-je. Aki így sem adja föl a rugás, az most éppenséggel megmenti Dunnery-nek az életét. De itt igazából nem is a gyilkosság volt a lényeg, hanem a Q, ami Lee Sin-től Timura még elegendő volt. És amúgy csak későn érkezik ki az egységben az erő. Így sajnálatos módon Andrist már nem lehet megmenteni, ezt rendkívül sajnáljuk, Timo meghalt, viszont cserébe Dunnery biztosan túlélte ezt az egészet, és támogatással gazdagodott még. Én egyébként abszolút sajnálom, tehát azért nem, hogy már a drúszáimat én mindig sajnálom ilyen szituációkban, bármennyire is ilyen karakterrel játszanak, tehát a név kötelez, elmorzsolok egy könycseppet Timoért, miközben Rokoka el fogja hozni a felső svény külső tornyát. Így torony előny van a Magyar LOL TV csapatánál, míg Pingelli Fanboysnak válaszolnia kéne erre valahogy, miközben James. Érkezik a felső ösvényre Pingelli, jó a hordó, a felbőszítés szintén talál Rokoka! Ki van lépve a játékba? Hát meghalt. Nem, akkor csak is azt meghalt. Mondom, hogy ki van lépve a játékból, ez bár viszont így. Igen, hát ott mondta ki az előbb, bár nem hallgatod a fülesen a dolgokat, megmondta a hölgy az idézők szurdokába, hogy egy idéző kilépett a játékból, elkezdett sétálni szépen hazafele kvázi Jace. Akkor is lefejezték. És lefejezték. Nincs kifogás, kész. Nincs. Hihetetlen, hogy mindig pont akkor fagynak ki a magyar játékosok, amikor meghalnak, nem? Ez olyan dolog volt, tudod, hogy nem tudom, kilépsz a játékból, és valaki kifeszített egy ilyen, nem tudom, nyak magasságú ilyen fejező kötelet a dzsungelbe, és így gyanútlanul sétálna vissza a karaktered, és egyszer csak elveszíti a fejét, pont ezért valószínűleg érkezik is ez a szünet, amit már azért mi tudunk, hogy nem sokáig tart, de attól függetlenül... Tudjuk, hogy sokáig tart. Hát vagy legalábbis olyan szinten sokáig tart, hogy minimum egy pár perc türelem, amíg Rokoka Jace visszacsatlakozik majd a játékba. Eddig mit szeretnél még pluszban elmondani Darcig? Eddig 2000 aranyos előnyre minimum szert tett a Magyar LOL TV csapata. A sárkány az ugyan Pingelli Fanboysnál vannak, ahogy van, az az egy, de a torony előny az mindenképpen meghatározó lehet, hogyha erre nem tud reagálni most majd a vörös oldal. A torony előny magában nem rossz, viszont mellette a farm előny is két eléggé fontos ösvényen támogatja őket, ez ugye 25 az alsó ösvényen a lövészek között, amit ugyan majd az aratásnak a megvásárlása valamelyest kárpótol, de ez még egyelőre egy 10 milliós hátrány egészen biztosan. A felső ösvényen pedig még mindig kifogyás ellenére is Rokoka az, aki el tudott húzni 15 minénnel, ez sem túlságosan rossz kezdés, pláne azért nem, mert neki ugye még mindig csak egy könycsepje van. Ahhoz kéne lassan a 2000 aranyából minél hamarabb valamit vásárolni, az sem probléma, ha csak a manamunát fejezi be, ebből is lesz az ösvény elég nagy sebzése, a jelzők pedig gyorsabban gyűlnek majd, és ami talán a legfontosabb, az a dzsungelesek közti különbség. 15 szörnyel vezet Pierce jelen pillanatban, a harcosát lassan be is fejezi, sőt, talán hazatér most már egy 50 arany múlva, meg is lesz neki a kellő mennyiségű pénze. Azzal szemben, amit ugye láthatunk Pingedlinél, ott is már talán megvan a pénz, viszont a cipőfejlesztés az még várat magára. Tehát összességében gyorsabb lehet Lee Sin jelenleg, mint Gragas. Illetve nehezebben tudja majd most Pingedli Fanboys csapata takarítani majd az őrszemeket, ugyanis lassítással rendelkezik majd Pingedli, ezt látjuk az orvgyakosok sújtásából. Kérdés, hogy egyáltalán ő fog-e válaszolni majd valamit erre, tehát vesz-e látókövet esetlegesen Gragasra. Ha a tankosságot nézzük, akkor nem biztos, hogy végülis elférhet nála, de a nyomolvasók törének köszönhetően Pierce már tudott váltani lencsére, így kettő darab lencsével rendelkezik a Magyar LOL TV csapata, ami nem csak
az őrszemtakarításban fontos, hanem például, ahol éppen állunk, látjuk a gyönyörű szép gombák sorozatát. Az túlzás, hogy gyönyörű szép, de vannak, igen. Mindenképpen egy jó kis gomba pöri, ennyi gombából már bőven elkészülhet akár az egész csapatnak is. Az még nem van rossz. Ugye, gomba pörkölt, ez a következő. Ha így nézzük a gombákat, akkor tényleg jók. Igen. Jó. Mert mondjuk azt tudjuk, hogy Pierce nem szereti. Látjuk, hogy egyébként a múltkor bele is ugrott egy gombába, és úgy rohant el onnan, hogy így abszolút, igazából fülét farkát behúzva menekült. Középső sülény, és folytatódik közben a játék. Hallottuk egyébként, ahogy a hölgy szólt, hogy visszacsatlakozott sikeresen közben a Rokoka, úgyhogy ő majd érkezni fog. És inkább azt mondja, hogy egy kis plusz. Pierce közben jó a felbőszítés, és meg is érkezik Pingedli egy gyönyörű szép revansz gyilkosságra, ha minden igaz. Így szépít a Pingi Fanboys csapata, körözé pedig bajban lehet. Még a jégszilág talál egyszer, de a végső képessége Jussinak már lejárt, az égetés pedig nem volt elegendő. Így mind a végső képessége, mind az égetése feleslegesen ment ki Jussinak. De korán jött ki ez az égetés, nem volt még annyi sebzés Lisszandrába, bármennyire is ott van már a pusztító pálca nála, hogy kellően tudja Kurezét lesebezni, így viszont tény, ami tény, ahogy mondtad, mindkettő kvázi feleslegesen jött ki, most nem talál egyébként az óriás gömb a gyorsító kapunát. Ha azt talált volna, miért már is máshogy alakul ez a csere a felső ösvényen, ott álltak egyébként még a minionok, úgyhogy ők védték testükkel Robi Sennyit, aki tolvajsúranót vásárolt második tárgyaként, vagy legalábbis befejezte inkább a cipőjét, és majd csak ezután fogja fókuszálni a naptűz köpenyt. Jussi pedig a középső ösvényen egy koroppálcájával lett gazdagabb, most pedig gyorsan befejezte már Lars Danneri az ő aratását, robbanthatja majd a bankot. Szép ez a távolság, így mindenképpen lehet már távolról is kicsit lejjebb cibálni azt az életerőt, illetve a plusz átütés, páncél átütésnek köszönhetően, az utolsó leheletnek köszönhetően. Graceful Beast pedig bajban lehet, érkezik őt megsegíteni a halál négy felvonásra, sőt a sebzés sem rossz Pingedlire, aki ott marad, miután Pierce villámcsapja. Andrisnak kéne viszont még menekülnie, Pierce nem ráfordul helyett, inkább Jussit szeretné elkapni, akinek szép a lefogása, viszont a jégösvénnyel nem sikerül neki menekülni, a végső képességével pedig még nem volt sajnálatos módon meg. 1v1 a lövészek között, Pierce nem talál ugyan, de van villanása, így megvan a támogatás. Rokoka pedig még megpróbálja Robit lekövetni a saját villanásával, a sebzés nem elegendő, de itt az üzenet az, amit kézbesítenek kellett, és az megtörtént. Az bőven megtörtént, bármennyire is elvillantok a Magyar LoL TV játékosai. A gyilkosságok mindenképpen az ő oldalukra vándoroltak, így a középső ösvény külső tornyát lehet ostrom alá venni, kiugrik egy gomba Timo kisi kezéből, de attól függetlenül megvan ez a torony is. 2-0 a toronyállás, Graceful Beast volt az, aki nagyon szépen alkalmazta a varázspajzsát, így nem lehetett Pingedlinek kábítania őt a kicsi a rakással, pont ezért volt annyi ideje, hogy visszaforduljon, utána még le is kösse a ráérkező Gragaszt, majd megveregetem Pierce vállát, nagyon szépen érkezett az a Lee Sin, ráugrott és megvédte támogató játékosát. Mi az, hogy megvédte, most még csapatának is együttesen elhozták a pokoli sárkányt, ami 8% bónusz varázssebzést ad innentől kezdve a Magyar LoL TV csapatának is. Amivel ugye már rendelkezik a Pingi Fanboys is, tehát ez már a második olyan sárkányjelzőnk volt, ami a csapatharcokra elég komolyan rá tudja nyomni a bélyegét. Egyetlen egy ilyen jöhet még ezen a mérkőzésen. Közben a lopás az nem volt sikeres, sajnálatos módon Pingedli szerezte meg a sutyarákot saját csapata számára, így nekik van meg a wifi spot, viszont egy olyan sárkány vagy sárkányoldó környékén, amit pont most hoztak el, ez kihasználása valószínűleg nem fog kerülni, de nagyobb biztonságot ad Danner és Andris párosának. Apropó biztonság, Dannerit elkapják, lefogás az tökéletesen talál rá, viszont nincsen lekövetés Fövtől. Miért nem? Mert éppen vak volt. Vak volt, ugye ez az egyik nagy előnye annak a kis pici Timónak. És én úgy gondolom, hogy ez, ha jól tudom, az utolsó nézői játékunk. Igen. Tehát mára ennyi, holnapra kell készülni, mert holnaptól kezdődik bizony a rájátszás.
Szombaton, illetve vasárnap délután 5-től Európa, utána pedig érkezünk Amerikával. És aki azt kérdezte, hogy Unicorns of Love mikor fog játszani, annak azt válaszolom, hogy huni magyar. Nem pedig azt, hogy holnap délután. Ja, te egyébként holnap délután. Pierce érkezik közben pingedlire, a Q az nem talál, viszont a varázspás miatt még akár mehetne, és ha az van kedve, nincs viszont. Neki sem villanás és a képességeit már jócskán elhasználta, így a rugás, az most elmarad. Elmarad, próbálnak válaszolni egyébként most a középső ösvényen, Jussi a külső tornyot próbálja sanyargatni, illetve ledönteni, viszont időben érkezett vissza Kurazé, akinek nem elérhető. Két képesség Damerit majdnem a pokolba taszítja, viszont utána a halál négy felvonása az hát egyelőre mellé ment. Jussi az, aki bajban lehet, ő a jégösvénnyel érkezik, és még talál a végső képessége is. Kurazét kéne elkapni, jó, a robbanékony hordó. Jussi még így is majdnem meghal, viszont éget is még pont nem volt Viktorunknak. Úgyhogy Jussi el tud még innen sétálni. A gyönyörű szép gyilkosság után az aranykülönbség pedig még mindig 3,500 a két csapat között a Magyar LOL TV javára. Ez köszönhető egyébként a két tornyos elejünknek, és a folyamatosan mit? Folyamatosan növő minion különbségnek, mert egyébként a három ösvény, amiről beszéltünk, ugye beleértve a dzsungelt is, ő még mindig szépen tartja a farm különbséget, sőt. Jussi az, aki kicsit meg tudott lódulni a középső ösvényen, ugye ezt is már kiemeltük, neki vissza kéne térnie majd oda és befejeznie azt a tornyot, míg hősiesen küzd itt az alsó ösvényen Last Daneri, hogy fenntartsa valahogy még azt a tornyát. Pierce, illetve Rogok, ha hívtak egyet. Az... Szeretnék, viszont itt van egyelőre Pingedli is, akinek a végső képessége nem elérhető, így valószínűleg nem fog tovább menni akkor sem, ha Robi a közelben van. De egy ijesztésre ez tökéletes volt, és még a sutyarákat is el tudják belőle hozni Pierce nagy bánatára. Tehát ha legközelebb is megpróbálkoznának esetlegesen a Magyar LOL TV játékosai egy hírnök elhozatalával, arra teljes mértékű információ hálózata lesz, majd a Pingi fanboysnak. Pontosan megcsinálták az őrszem hálót, ami nem csak az északi folyó részben, hanem a Magyar LOL TV déli dzsungelét is teljes mértékben övezi. Így most az őrszem játéka a piros csapatnak jobb. Tehát ők lehetnének olyan szinten előnyben, hogy most esetlegesen valakit el lehetne kapni pozíción kívül. De egyelőre a középső ösvényen tolják meg a minionokat, viszont Viktor nagyon szépen tudja majd döntögetni, illetve gyilkolni a piros érkező creepeket. De megvan az első torony is közben. Oho. Jó lehet közben a kezdeményezés Rokokára, aki egyébként röpül, meg jégtömbé van fagyva, de a villanása után még fut, addig amíg a golyózápor éppenséggel be nem fejezi. Éppenséggel ezt Pirstől vettem? Lehet. Kár érte. Egyetlen egy gyilkosságot gyönyörű szépen el tud hozni a Pingi Fanboys csapata, viszont ezért elég sok mindent kinyomtak. Az elég sok mindent pedig azt jelenti, hogy minden egyes végső képesség töltési időn van, ami a csapatharcban fontos lehet számukra, meg még az is, amelyik nem. Itt melyikre gondoltál, Timóra? Timóra. Miközben Grace Pingedlinek kell Peace. Futnia egyelőre. Pierce érkezik, de nincs elegendő energiája. És így nincsen válasz gyilkosság, sajnálatos. Pedig, hogyha nincs elég energiád, akkor csak be kéne dobni egy sneakerst, nem? Vagy valami ilyesmi, ez nem az a reklám. Ja, Pierce ki van, ha éhes? Nem. Szerintem ki van, hogyha éhes. 40 másodperc múlva érkezik a játék következő sárkánya. Ez a harmadik lesz majd. És ugyanúgy három darab tornya van a Magyar LOL TV csapatának. Hát? De valahol próbálja tartani magát Pingedli Fanboys piros oldalon. És amint bedöntenék egyébként a két torony lemaradást, igaz, a farm előny, így az arany előny is még maradna a Magyar LOL TV-nél, viszont sokkal tudna csökkenni. A felső ösvényen Robi pedig érdekes tárgyválasztás hozott még Shenre, jön egy kis sebzés esetleg. Titanhidra valószínűleg, igen. Titanhidra, ja. Vagy akár még a jégkalapácsot is megvásárolhatja, az jó, hogyha az ellenfelét folyamatosan lassítja, miközben lepi fölé a fejét. Amúgy csak páncélzatra ruházott eddig Robi be. Ez nem feltétlenül egy rossz választás, viszont azért
Viktor Burst az Viktor Burst. Pontosan, tehát Viktornak a szabad sebzési lehetőség, közben jó a hasbedobás, viszont a robbanékony hordó életet menthet, sőt úgy néz ki, hogy ment is, halál négy felvonása. Első, gyönyörű szép pingedli segítség, és így főv kettő gyilkossággal is gazdagodni tud, azért ez Jinen eléggé fájóvá tudja magát kinőni, akin amúgy már ott van egy Jomus szellemkard és készül, a további sebzés is Grace Phobisnek villannia kell. Az őrült golyózápor az fáj, Lissinnek pedig szép a sújtás, és így megvan a harmadik sárkány, viszont Kurazé és Pierce is beragad, hat nem Piercenek még jó a villanása, 4-20 kappa, de nincs meg a gyilkosság helyezkötés, az még talál fővtől, de nincs több manája, neki kéne nagyon-nagyon futni és szednie a patáját, szép megint a kávészünet, így Robi nem mehet tovább. Gyilkosságok tekintetében egy-egy cserél a két csapaddal sárkánnyal, ha Magyar Lol TV gazdagodik. Pontosan egy jó Nespresso-t elküldött magának a Robi, miután talált Grace Phobisnek a kábítása, pontosabban a helyhez kötése. És így az óceán sárkányal egészül ki a Magyar Lol TV csapata, az alsó ösvényen lehet kompenzálni a toronyállást, el lehet hozni ezt a külső tornyot. A játék negyedik sárkánya pedig, ha minden igaz, akkor egy föld sárkány lesz. Andis az, aki kiszed egy mindent látó őrszemet, nagyon szépen takarítgatják ezeket a rálátás biztosító tárgyakat, és csak a felső ösvényen maradt már külső torony a játékba, abszolút azért, attól függetlenül, hogy az arany előny megvan a Magyar Lol TV-nél. Kérdés az az... Grace imádom a nevét. De tényleg annyira graceful, hogy azt mondja, hogy jó srácok, akkor én most hagyom őket nyerni. De most másodjára szakadt meg. Jól van, hát belefér az másodjára is. Nagyon-nagyon gyorsan visszajött, mint például most, miközben Jussi az, aki rendelkezik már a Zonya homokórájával, így ő azért arany jéghercegnővé válhat, hogyha szeretne. Arany jéghercegnő, imádom. Nem. Hát ő... De, mondom, imádom, tök jó. Én is imádom a jéghercegnőket, akik aranyok. Szép a gombák sebzése közben, és az őrszem is jó helyre van kihelyezve, de a lekövetés az még nem érkezik. Pedig amúgy a jégösvény és a végső képessége is elérhető Jussinak. Fagyos sírral pedig most több embert is képes lenne eltalálni, ha visszafordul. De kérdés, hogy visszafordul-e, hiszen a kistérképen remekül lehet látni, hogy Daneri iszonyatosan messze van neki, a végső képessége pedig csapatharc döntő lehet. Abszolút. Ebbe vagy abba az irányba. És rögtön mindent megláttak a fejlesztett lencsének köszönhetően. Tele volt gombákkal, őrszemekkel az a környék. Az erdő veszélyes hely, így van. Pierce-re jó a vakítás, de ő még odé tud ugrani. Sőt, egy gyógyítást is kap, hogy biztosan túléljen mindent. Akkor beszélgessünk a streamer fókuszra. Hát a streamer fókuszra... Ez a fordított streamer fókusz, amikor mindent benyomsz, hogy megmentsd. Hát legalább, miért úgy gondolod, hogy a csapatod nem nyerte meg neked előbb a mérkőzést? Tehát ok, és megtettél mindent, és önfeláldozó voltál, de ahhoz... Engem egyszer sem mentettek meg, engem utáltak. Még nem, az ellenfélből neked... is, oda dobtak, hogy mennyi meat elleszünk. Menjél meat, mármint hogy hús, te voltál a friss hús, akit be lehet dobni a buliba. És ugyanúgy ezért Pingedli is vásárolt egy látókövet magának, és ő is váltott lencsére, amit pont most meg is mutat nekünk. Ez a szelíd motoros, így kell majd érkezniük az alsó ösvényre, ahol egyébként a Magyar Lol TV 4-es csapata ide is érkezett. Azt mondnak, hogy hoztunk össze két ennyire kiélezett mérkőzést, teljesen jó. Tehát nem, abszolút nem stompok, nagyon jól működik. Andris az nem volt gyenge, látjuk azért, hogy egyrészt a sebzés kezd érkezni Rogokára, és azért egy ilyen kis felerősített lövedék már akár fél életeket is elszedhet. Még plusz kezdeményezéssel egészül ki Pingedli, egy igaz dicsőséget vásárolt magának. Vagy akár védekezés is lehet, ha a saját tornyok felé éppen rohanniuk kell. Grace Phobis pedig gombász. De ezt a munkát remekül végzi. Elég sokat takarított már a mérkőzésen, és így sincs elég ideje, hogy fejlesztette már a lencsét, hogy mindent kiszedjen a folyóból, hogy ez még mindig növekedhet. A sárkányodó melletti bokorban. Ami nagyon tetszik, az Danerinek a mentalitása. Ő nem vásárol magának semmiféle támadási sebességet, neki egyszerűen csak a sebzés kell, hogyha egyszer megnyomja az R betűt, ott milliók halljanak meg, de legalább öten. De legalább öten egyébként a három gyilkossága hétből eléggé szép
Jó, közben a sebzése, akkor az énak, de bemarad a végső képessége és az égetése is. Így sajnálatos módon Andris nem tudja befejezni, a többiekre pedig már nem marad semmi más. A Graceful Beastnek kell még egyelőre futnia. Jó, a pajzs viszont utána fővre érkezik Shennek a felbőszítése. Ez pedig egy gyilkosságot is jelent számukra a háttérben. Pingedlit lehet elkapni, de Beastnek is fogy az életereje, ezt azért ne feledd. És Pingedli valószínűleg itt fog maradni, erről Rokoka gondoskodik, így van, a gyilkosságot be is gyűjti. Kérdés, hogy Pierce be lehet-e fejezni? Dunerin nem fut elég gyorsan. Viszont... Az nagyon szerencsétlen. Ha nem fut elég gyorsan, van. Az egész pontos megfogalmazás volt, ugye. Illetve az nagyon szerencsétlenül jött ki, hogy pont még a gyorsító kapun át érkezett rá a felerősített lövés. Ha ezen az oldalon marad, akkor lehet, hogy csak a kicsit kapja meg. Gyógyítania ugyan kellett. Fájdalmas mindenképpen Jace. Így viszont azért a Magyar LOL TV, hát nem is azt mondom, hogy sokkal jobban, de azért elég jól jött ki ebből a cseréből. Szép volt a védekezés, akkor is, hogyha a kettes szintű középsősvényes tornyot elveszítették. Jön vissza azért Pingedli Fanboys csapata, és most már határtalan pengével is rendelkezik Miss Fortune. Gombák. Gombák! Össze-vissza minden felé, amerre a szem ellát, úgy még egyet dobjál oda, takarítsatok fiúk, mondta közben Andris. De a sárkányra attól függetlenül még jobb pozícióban van a Magyar LOL TV, Danerinek pedig az életeje majdnem teljesen elszúrt, a kivirágzás nem rossz, viszont csak Andris tudja helyhez kötni a Magyar LOL TV, aki viszont ott fogja hagyni a fogát, még a villanás nem rossz. Pearson ott a kifárasztás, de ő így is gyilkol, mert ennyire kemény. Az őrült sorozat pedig ki is érkezett csak Pierce-re, akit nem volt képes befejezni, sajátos módon Miss Fortune kivirágzás maximális távolságból talál. Jussinak magára kell elnyomni a végső képességét, de utána, hogy meddig fut. Ó, még egy szanyahomokoráig egészen biztosan. Aztán utána, hogy meddig fut, azt láthatjátok a képernyőn, Rokoka büntet. Illetve Kurazé is visszaadja. Te ő is. Azt a gyilkosságot, amit kapott. Pont ugye erről gondolkodtam az előbb, hogy azért nem lett volna jó az a megtisztulás, az a Viktoron. Azért az ő 4 halálából 3-at minimum azért kapott, mert mind a végső képessége Visszandrának rájött ki, a fagyos sírban pedig már nem nagyon tudott mit csinálni. A játék 4. sárkánya pedig a Magyar LOL TV csapatánál landol. Hegy sárkány mindenképpen jó, ősi sárkány fog majd ezt követően érkezni az idézők szurdokába, így 3-1. A sárkány állás, ha minden igaz, pontosan. Így van. De attól nem látom. Én se. De 3-1. Jó. Volt nekik ugye már 3 fajta. Rafkós. Ne, ugye? Volt nekik ugye már 3 fajta jelzőjük, az egyik a pokoli, az egyik a hegysárkány, illetve van egy óceán. Óceán? Óceán, igen. Van egy óceán jelzőjük is. Közben Rokoka az, aki gazdagodik a kék erősítéshez, talán rajta a legkifizetődőbb jelenleg a kék csapatnál. Talán még Kurazé tartott volna rá igény, de így a folyamatos piszkálódás gyakrabban érhető el egyrészt, másrésztről pedig a Mona miatt sem kell egyáltalán aggódnia Robinak. A másik oldalról pedig Yussi fog gazdagodni ezzel az erősítéssel, szépen lassan, de egészen biztosan. Titán Hydra pedig elkészült közben Robin, amit vártunk, és Liandri gyötrelmére váltott közben Yussi, jó lehet akár, plusz varázs átütés. Hát az örül sorozat az kiment, de Kurazénak nem fogyott az életereje, sört még vissza is, sört, sőt, még a vissza sör is fordulhat. Sőt, még vissza is fordulhat, Andrist kéne elkapni, halál 4 felvonása, meg egységben az erő, egy pitfenét, 2 gyilkosság. A Magyar LOL TV-nek Pierce pedig mehet tovább, talál a Lee Sin Kube is, megy, aztán a kivirágzás is szép, pofárugás, és így Pingedlinek meg kellett halni, a Kurazé pedig sorozatgyilkos. Talált a sört, tehát hogy az jó volt. Mert egyébként azt volt magának. Én csak szóltam, hogy mit szeretnék, de senki nem figyel sajnos a háttérben. Így viszont Baron Nashor hív meg a játékban Pierce, illetve a Magyar LOL TV csapata. Erre Yussinak, illetve Robinak van esélye, hogy akár ellopják, nagyon kevés az életerő és... Jégös! Baron! A Baronnás volt, azt mondta egyébként tenni. A Baronnás volt, kicsit ilyen palócos kiejtése volt ezzel a Baronnás orra, kicsit magasabban ejtette azt az A betűt. Ezzel semmi baj nincsen, ez egy tájszólás, ez teljesen elfogadott dolog, tehát nehogy már.
Nem csak úgy néz, olyan furán néztél rám, de tényleg, ez így történt. Nem csak furcsa megszokni téged szakálni, akkor miközben Robi az, aki Graceful Beast-et szeretné elkapni, viszont a kávészünet megint talál, nézd Daenerynek mekkora a sebzése! És még a lassítás, jó, ez egy gyilkosság, így is van, a háttérben pedig Pierce az, aki bemegy, miután csapattársai a közelben nem nagyon vannak, inkább a Stara is jön, hogy kimenne, de Pingedli ezt nem hagyja szó nélkül, puff egy égszilánk, puff egy hordó, nesze neked a sör! Kettő gyilkosság. A Pingi fanboysnak is a villanás ez még szép Robitól, így a tank se hal meg, őrült golyózápor, nem gyilkol, de a sebzést a szépen kiosztja. Úristen, így állt-e is egy kicsit korezé. Nagyon szomjasnak látszol. Löfnek pedig lőttek. Rokoka szépít egy gyilkosságot, aztán pedig ő is ott hagyja a fogát. Öt gyilkosságot tudom, hoz el a Pingi fanboys cserébe a sátánért. Azért ez mégsem a legrosszabb csere, valljuk meg őszintén. És tudom, mit sajnálok most rettentő módon, hogy nincsen Baron Powerplay mutatónk. Valószínűleg most egy olyan iszonyat mínuszban lennénk már most. Szóval 1500-ról indult a Magyar LOL TV csapata, kaptak 5 gyilkosságot és most elhoznak még egy tornyot pluszban a Pingi Fanboys játékosai, sőt még az Inhibitort védő toronyra is bőven van esélyük, az Inhibitort is még akár megpróbálják, bár Pierce most élet, azért vigyázni kell, az a Lee Sin-nel kellően tankos. Nézzük, mennyire kell vigyázni. A lassítás ezt talára is ezt nem védő le a Benség fájtele sem, csak egy kicsikét később egy másik képességet, amiről fogalmam se nincsen. Viszont az Inhibitor bedöntése után takaríthat a Magyar LOL TV azt a szemetet, amit ez a baradnosor hozott nekik. Pontosan az alsó ösvény így nyitva áll Pingi Fanboys csapatának. Legalább egy embert mindenképpen néha-néha napján ide kell küldenie majd a Magyar LOL TV-nek ahhoz, hogy legyen esélyük. Andris pedig úgy döntött, hogy amint befejezte támogató tárgyát, jó kis Ryland kristálybotjára vált, azzal a Teemo-val. Az a legundorítóbb, belefutsz egy gombába és még lassulsz. És még szarálod. Iszonyatosan lassulsz, mert alapvetően is lassulsz, de hogy még így... Undorító, az kész. Az kész, ennyivel el is intézhetjük. És ha már hiányoltad Robinál a... kell is a pajzs, abszolút. Na, arra már nem biztos, hogy lesz pajzs, és arra meg még két. Puff, jó játék. Abszolút. De mennyi varázsellenállása van amúgy? Hát Iron Solari. Nem fogy el neki az élete, abszolút. Ironnak mindenképpen Solari a medálja, mint ahogy Iron Lady is remélem ma este meghozza a negyedik aranyát. Érkezik Jussi közben erre a felső és félre Rokokának kéne futnia. Mennyire gyorsan fut? Hát az biztos, hogy a hegy az most nem segíti meg. Segény kicsodának? Viszont mit? Csak a gondolatmenet végére voltam kíváncsi Iron Lady, igen, negyedik aranyat. Elhozza ma. Valószínűleg elfogja ugyanúgy, ahogy Rokokát most Daneri. Egyben jó! Így fogja elhozni, látod? Éppen hogy aranyat. És utána tanulira fordulhat a Pingi Fanboys teljes csapata. Ez meg is van, mehetnek is tovább, hiszen még csak most irányzik a középső ösvényről felfelé a Magyar LOL TV gárdája. És a vezetést a tornyokban egyébként. Pingi Fanboys. Nem kicsit. Viszont csapatra. Gyönyörű szép a helyezkötés, és aztán a kávészünet Jussira, aki először a homokórával reagál, aztán a végső képessége, hogy Pierce-t is még egy kicsit büntessen, nem elég a büntetés. Egységben az erő, megint figyfenét, kettős gyilkosság lövön. Aztán Robi maradott, na innen mit fog csinálni? Ezt igazából kommentár nélkül is végignézhetjük, úgy érzem a folyamatos lassítások miatt, de akkor se. Nem bizony. Teemo viszont játszott. Köszönjük Mumusnak egyébként a hostolást, és ha te is nézed, üdv itt a nézői játékokon, ahol én úgy gondolom, hogy azért valamilyen szinten visszatért a Pingedli Fanboys csapata a Magyar LOL TV-vel szemben, főleg úgy, hogy nézd meg, itt kell védekezni a saját bázisukon belül, 6-4 a toronyállás, igaz, még az aranyelőny mindenképpen megvan, ami egyrészt a farmoknak, másrészt azért a gyilkosságoknak és még ezért Varonnasornak is köszönhető. Igaz, kihasználni túlságosan nem lehetett ezt az erősítést. No de semmi baj, egyrészt él az ősi sárkány, másrészt nem sokára majd élethet az előbb említett báró, méghozzá Nasor bárója. Közben szépen kerüli ki ezt a kis robbanást, Lász Daneri. És el is kezdik az ősi sárkányt a Magyar LOL TV csapata. Igen, itt van mind az ötemben. Érkezik mindenki a Pingi Fanboysból is. Robinak még nincsen sem teleportja, sem végső képessége, egy kicsit le van maradva, de lassan lehet elpusztítani ezt a sárkányt. Talál a Lee Sin-kú, gyönyörű szép alsbedobása a még Pingedlinek, és még mind
mindig él az a Gragas a villanás után is, megkapja még az Iron Solarit, túl fogja... Nem fogja túlélni ezt az egészet, viszont cserébe azért nem rossz a pozíciója, a Pingi Fanboysnak Rokokat hátul le lehet metszeni, megnyesték egy kicsikét, aztán Pierce-t is. 2-1-es csere jelen pillanatban, jó a felbőszítés, de Löw még futhat, miért? Mert van neki egy sejemöve. Robinak pedig az élete fogy ugyan, de még egyelőre mindig él! Aztán kifut a saját pajzsából. Így szándos módon ő is szörnyestet hal. Szörnyest, jóformán, teljes mértékben egyet kell, hogy értsek. Úgy gondolom, hogy picit túlvállalta magát Pingedly Fanboys csapata azzal, hogy Robi tovább folytatta azt a agressziót, amit egyébként kvázi megnyertek a saját dzsungelükben. Az a baj, hogy hiába nyerik a csapat, nem hiába. A nehezen megnyert csapatharcokat arra használhatja ki a Magyar LOL TV, hogy megvédhesse a bázisát. A kék csapat bázisát, ahol még mindig van egy, azaz egy darab bedöntő T-inhibitoruk az alsó ösvényen. Meghallottuk a hangunkat. Igen. Tök véletlenül. Tök véletlenül. Abszolút. Aha. Így is lehet mondani. 38. perc, és még mindig megvan az arany előnye a Magyar LOL TV-nek, de a csapatharcok azok szerintem így 50-50 mennek. Abszolút 50-50, mert bármennyire is beugrik Jace a buliba, azért ő még viszonylag könnyedén eltüntethető lesz, bármennyire is ott van már rajta Benshee fátyla, illetve azért itt plusz életerőt kap a fekete hasító Bertból is. Szóval láttuk, hogy kiosztotta ugyan a sebzést, de túl sokáig nem tudta tankolni csapatát. Közben Pingi Fanboys az, aki takarítja a rálátást az ősi sárkány körül, viszont él a baronnasor is. Nem szabad elfelejteni, hogy azért az ősi sárkány nagyobbat sebez, mint a baronnasor, nagyjából ugyanannyi életerővel, tehát aki ezt ki tudja tankolni, hát most jelen pillanatban az senki, hiszen ott hagyja ezt a Pingi Fanboys csapata is, viszont cserébe itt van már a környéken a Magyar LOL TV, elindul közben Pingedly a baronnasorhoz. Mindössze egy fél folyó választja el őket ettől a célponttól, de így meg vannak osztva a térképen is. Kérdés, hogy erről a Magyar LOL TV mikor szerez tudomást, jó a jégösvénye való menekülése Jussinak? A csapatharc így még várat magára. Érkeznek viszont a pingek az ősi sárkányhoz, tehát ezt helyezi előtérbe egyértelműen a Pingi Fanboys, amiből az egyik talál is Danerire, sajnos ez Pingedly nem tudja felfogni a rugást, gyönyörű szép, és utána még Pingedlit is be lehetett fejezni, aztán a csapatharc mehet tovább, miért nem mehetne? Jussinak jó a végső képessége, Zonya homokórája lesz-e? Még egyelőre mindig van, de nem tudja kihasználni. 4 gyilkosság a Magyar LOL TV-nek, ezt szeretem én látni. Pierce pedig megint csak megvakult, aztán le is lassult. De hát egy supportért nem is érdemes túlságosan messzire menni, nem igaz? Ebből az inhibitort biztosan el lehet hozni, aztán megint betalál a Q. És hát igen, a sátán is meghalhat egyszer. Vagy kétszer. Vagy nyolcszor. Akár nyolcszor is igazából neki szabad. Az első inhibitorra kilép a Magyar LOL TV csapata, 40 percnél pedig az újraedési idők egészen jelentősek. Konkrétan arról beszéltünk, hogy még 10 másodperc, mire Miss Fortune érni fog, neki még megvan a végső képessége, de ha nem érett fel időben, akkor azt is nem nélkülözheti a csapata. Abszolút. És a Nexus az egyértelműen be fog dőlni. A visszatérő bajnok, a Magyar LOL TV csapata, Pierce The Heaven-nel! És kiegészül, ne? Abszolút elhozta a második mérkőzésen a győzelmet, így mindkét meccsen a kék csapat tudott győzedelmeskedni, és Kurazinak a sebzése, hát nem gyenge, azt kell, hogy mondjam, illetve a korai játékban azért Pierce is mindenképpen oda tette magát, köszönhetően azért, hogy tankossága az megvolt. Ez egyértelmű. Hát mivel ő volt az egyetlen egy tank a csapatába. Hát igen. Egyértelmű. Dzsungelesek párharca volt az egyik, ami kifejezetten fontos volt ezen a mérkőzésen. De csak az egyik. Szeretnénk gratulálni mindenkinek, aki részt tudott venni és aki győzni is tudott. Például a Timo Sapkás kopasznak. És megköszönni nektek, hogy részt vettetek a mai nézői játékok jeles eseményén is, vagy eseményén, vagy csak hogy itt voltatok. És várunk titeket sok szeretettel holnap délután 5 órakor. Az még délután? Az délután. Délután 5 órakor, ahol a Unicorns of Love és a Giants fogja összemérni majd a tudását, utána pedig este. 9-től? Nagyjából 9-től. 9-től vagy kicsit később, attól függ, tehát Észak-Amerika megvárja Európát, amint vége van
Európának, akkor kezdődik majd Észak-Amerika. Úgyhogy ha 5 mérkőzés, akkor este 10 körül, lehet egy kicsit később. Ha kevesebb, akkor már akár 9-kor is el tudjuk kezdeni. Úgyhogy mindenki jöjjön holnap rájátszást nézni. Mostantól kezdve egészen augusztus végéig, amíg a döntő el nem érkezik, addig csak szombaton és csak vasárnap lesznek LCS mérkőzések, tehát a rájátszás Európában és Amerikában. Hétközben pedig a megszokott Mátyás streamek, illetve néha ilyen kis csapat mókák. Majd még kitaláljuk, hogy mi lesz még esetleg a jövő héten. Most pedig nyugodalmas jó éjszakát kívánunk mindenkinek. Sziasztok, jó éjszakát! Meg pénteki bulizást. Sziasztok! Le kéne kapcsolni?